A járványügyi szempontból szigorúbb tavasz után szabadabb nyár következett. Gyula szálláshelyein ismét sok vendéget lehet látni, akik a fürdő mellett leginkább a város kulturális tartalmat kínáló helyszíneit keresik fel. A legjelentősebb kiállítóhelyeket működtető Erkel Ferenc Kulturális Központnál több újítást is bevezettek. A szolgáltatások amolyan finom hangolásaként értékelhető, hogy az Almási Kastély és a Gyulai Vár látogatói egy kennelben helyezhetik el kutyáikat, amik bejárják az említett műemlékeket. Népszerűek az éjszakai tárlatvezetések, és bővült a szabaduló szobák kínálata. A tapasztalatok szerint a vendégek egyre inkább igénylik az ilyen jellegű szolgáltatásokat, ezért már három helyiség is várja őket, a legújabb a Török Toronyban. Mindegyik szabaduló szoba be volt foglalva, van egy olyan család, vagy több olyan család, aki többet is kipróbál, szinte egymás után fogyasztják őket, és mondták, hogy nagyon tetszik nekik mindegyik. Amúgy a szabadulószobaink különlegessége az, hogy mindegyiknek van történelmi alapja, de ezeket most nem árulom el, mert van, hogy a megfejtéshez kapcsolódik. De például a törökösnél, itt a Török Toronyban az egyik történelmi alap, hogy ez a torony még tényleg a török hódoltság idején épült, és hát ugye ezért is jött ez az ötlet, hogy akkor legyen egy török börtön, és akkor jussanak ki az emberek. A nyár nagy attrakciója a Stefánia szárny megnyitása volt, noha egyenlőre még nem úgy működik az épületrész, ahogy várhatóan egy év múlva fog. A gyulaiak délutánonként ingyen bejárhatják a megújult helyiségeket, kora este pedig tárlatvezetés mellett nyílik lehetőség megismerni a különleges helyszínt. Reményeink szerint egy év múlva egy programokban gazdag és folyamatosan kihasznált épületrészről beszélhetünk majd. Ugye erre törekedtünk az Almási Kastély főépületénél is, hogy minél több látogatót tudjunk majd fogadni. Az itteni szolgáltatásokkal azt gondolom, hogy sikerül majd megteremteni azt, hogy a lehető legnagyobb legyen a kihasználtsága ennek az épületrésznek is. A Stefánia szárny, bár nem hirdették meg, hogy erre van lehetőség, már az idén nyáron két lakodalomnak adott otthont, így valószínűleg nem kell majd izgulni a jövőbeli kihasználtságot illetően. Sok lehetőséget tartogat a látványkonyha is, mely csapatépítő tréningeknek vagy történelmi ételek készítésének is helyszíne lehet.